Pénteken lezárult a 2024-es Dakar Rally Szaúd-Arábiában. A célba érők 14 nap alatt 12 szelektív szakaszt és közel 5000 versenykilométert teljesítettek, mielőtt a Vörös-tenger partján véget ért volna a sivatagi száguldás. A legfontosabb hír az, hogy az Audi és Carlos Sainz nyerte az autósok versenyét. Az Audi egy elektromos prototípust fejlesztett az utóbbi években a Dakar elsőség megszerzéséért, de az első két próbálkozás kudarccal ért véget. A célba érés sem igazán sikerült a hatalmas háttérre dolgozó csapatnak. 2024 azonban meghozta a fordulatot, és bár Stefan Peterhansel, valamint Matthias Ekström ezúttal sem tudta teljesíteni a távot, Sainz az első pillanattól kezdve a győzelemért harcolt. Az első szakasz után a második helyen állt, majd a következő nap végén átvette a vezetést. Ezt ugyan három nap erejéig elvette tőle a Toyotás Yazid Al-Raji, de a 48 órás szuperszakaszon vissza tudta azt szerezni. A pihenőnap után pedig már nem is adta ki azt a kezéből, csak az volt a kérdés, hogy Sebastian Loebet sikerül-e maga mögött tartania. Ez egyszer forgott komoly veszélyben a 10. szakaszon szerdán, amikor annyi defektet kapott, hogy önerőből nem is tudta volna befejezni a szakaszt, és elvesztette volna a versenyt. Az Audi azonban igazi csapatként dolgozott össze ezekben a hetekben, Peterhansel és Ekström már az azt megelőző szakaszokon is árnyékként követte a spanyolt, a saját idejükkel nem törődve, hogy baj esetén segíteni tudjanak neki. Így amikor Sainznak félre kellett állnia a sivatagban, a nem sokkal mögötte érkező Ekström odaadta neki a pótkerekeit, aminek köszönhetően a spanyol befejezte a szakaszt, megőrizte a vezetést, és végül megnyerte a futamot. Sainz ezzel karrierje 4. Dakar győzelmét könyvelhette el, és ő lett a futam történetének első olyan pilótája, aki 4 különböző autómárkával is nyerni tudott a sivatagi megmérettetésen. Korábban a Volkswagennel, a Peugeotval, a Minivel és most az Audival ért fel a csúcsra, ezen a versenyen ráadásul úgy tudta megszerezni a győzelmet, hogy végül egyetlen szakaszt sem nyert meg. Sainz jövője egyelőre bizonytalan, hiszen az Audi ezzel a Dakarral lezárta a projektjét, annak érdekében, hogy minden erejével a Forma 1-re koncentrálhasson. De a hírek szerint a sivatagba 2025-ben gyári háttérrel megérkező M-Sport Fordnál szívesen látnák a korábban, a WRC-ben már náluk versenyző spanyolt. Óriási várakozásokkal vágott neki ennek a Dakarnak a ProDrive, hiszen Sebastian Loeb az előző 2 évben egyaránt a 2. helyet szerezte meg a fejlesztés alatt álló Hunterrel. Erre az évre pedig leigazolták mellé a Toyotától azt a Nasser Al-Attiyah-t, aki azt a bizonyos előző 2 Dakart megnyerte, és jelenleg a szakma legmagasabban jegyzett versenyzőjének számít. Ez a 2 hét azonban szinte kizárólag a problémákról szólt a 2 versenyző számára. Al-Attiyah és Loeb már az első szakaszon több mint 20 percet veszített a defektek és a kisebb technikai problémák miatt, és végig csak futottak az eredmény után. Az első hét során azért mindketten nyertek szakaszt, és Al-Attiyah az 5. szelektív után egészen a 2. helyre Sainz elé kapaszkodott fel, de a 48 órás Super Stage 2. felében eltörött a Hunter kormány összekötője, és több órát vesztegelt emiatt a sivatagban. Számára itt véget ért a futam érdemi része, de a megpróbáltatásoknak még nem volt vége. Újabb defektek és futómű problémák következtek, hétfőn megadta magát az autó motorja is, így ismét a sivatagban maradt. Majd bár kedden újfent visszaállt és nekivágott a szakasznak, de néhány kilométer után megint meghibásodott az autó. A katari címvédő ezen a ponton úgy döntött, hogy ebből elég, visszament a szervizpontra, megköszönte az eddigieket, kijelentette, hogy soha többet nem szeretne beleülni ebbe az autóba, és nemes egyszerűséggel hazament. Loeb így egyedül maradt az Audik ellen, de őt sem az ellenfelek, sokkal inkább az autó megbízhatósága korlátozta. Mint mondta, a rosszul elhelyezett kipufogó miatt folyamatosan elmelegedtek a hátsó gumik, amelyek így nagyon könnyen kaptak defektet, ráadásul a lengőkarok mindkét versenyző szerint a Hunter gyenge pontjának számítottak, és folyamatosan szenvedtek velük. Így szinte minden szakaszon értékes perceket veszített el a francia, annak ellenére, hogy végül 5 szelektívet is megnyert, amivel ezen a fronton ő lett az idei Dakar legeredményesebb pilótája. A fél órás hátrányból megkezdett felzárkózása sikeres lehetett volna szerdán, de nem tudta kihasználni Sainz műszaki gondjait, ugyanis meghibásodott a Hunter emelője,
ezért sziklákat kellett használni a kerékcseréhez, amelyek miatt bő 10 percet veszített, pedig szinte utolérhette volna ellenfelét. Csütörtökön azonban már neki sem lehetett megoldása, az eltörő első lengőkart nem lehetett kicserélni, így bő egy órát várakozott a sivatagban, és már a szervizautóját hívta, amikor egy kínai versenyző egy másik Hunterrel megjelent, és oda tudta neki adni a szükséges alkatrészt. Így legalább be tudta fejezni a versenyt, sőt, Lucas Moraes gondjai miatt végül a dobogó harmadik fokára is felállhatott. Ezzel együtt ez a futam a rengeteg műszaki gonddal és alatti a kirohanásaival igazi katasztrófával ért fel a ProDrive számára, ráadásul a Katarinak egy hónap múlva már Abu Dhabiban kellene rajthoz állnia a világbajnokság következő futamán. Hogy ez végül megtörténik-e, arra jelenleg nem vennénk mérget. Térjünk rá a Toyotára, amely az utóbbi két Dakart alatti a révén meg tudta nyerni, erre az évre viszont igazi sztárpilóta nélkül maradt a katari távozása után. A csapat ezúttal inkább a fiatalokra szavazott, több újoncot is bevetett, ami hosszabb távon még kifizetődhet, de a siker most elmaradt, bár az első T1-es Dakarját teljesítő Guillaume de Mévius végül a második helyet szerezte meg a Hilux-szal. Az autóval most sem volt probléma, a részletesebb értékelés során kiderül, hogy minden olyan szakaszt Toyota nyert meg, ahol a megbízhatóság volt a fontos. Ahol a köves, sziklás pályákon a ProDrive és az Audi autói szenvedtek, ott a Hiluxok jóval könnyebben vették az akadályokat, a klasszikus homokdűnézés során pedig ugyan a műfaj legnagyobb ászai érvényesültek, de a Toyoták összességében ott is jól teljesítettek. A győzelemre igazából csak Al-Rajinak volt esélye, ő 3 napon keresztül vezette a versenyt, de a szuper szakasz első felében 170-es tempónál tetőre tette a Toyotát, így végül saját hibájából esett ki. Nyert szakaszt de Mévius, Moraes és Gerlain Csiserit is, utóbbi kétszer is a leggyorsabbnak bizonyult a hajrában, de a kis híján második helyen záró Moraesi felborult egyszer, és ismét bebizonyosodott, hogy a Dakar megnyeréséhez szükség van egy igazi rutinrókára, egy olyan klasszicsra, mint például Sainz. A Toyota vezetőséget megkérdezték arról, hogy tervezik-e a szabaddá váló spanyol leigazolását, de már teljességgel nem határolódtak el az ötlettől, azt a választották, hogy ők a jövőre gondolnak, és tetszik a fiatalokra épülő projektjük. A Dakar első hetének egyik legnagyobb sztárja volt Erik Gocsál, a mindössze 19 éves lengyel tehetség, aki a tavalyi T4-es győzelme után idén a T3-ban, vagyis a Challenger kategóriában verte rommá a mezőnyt. Azonban hiába vezetett egy órával az első hét végén, a pihenőnap alatt végrehajtott technikai ellenőrzés során az illetékesek szabálytalannak minősítették a csapat mindkét, még versenyben lévő autójának kuplungját, emiatt pedig őt és a második helyen álló nagybátyját is kizárták a futamból. A csapat hamar reagált egy közleményben, amelyben kifejtette, hogy miért nem érzi jogosnak a kizárást, és hogy szerintük miért szabályos a kuplung, de azt is hozzátették, hogy mivel a jogorvoslati húzavona úgyis hosszabb ideig zajlana, és a kizárás addig érvényben marad, így nincs más lehetőségük, mint elfogadni a döntést. A Gocsál család tündérmeséje tehát dicstelenül ért véget, pedig a fiatal pilóta az abszolút top 10-ben autózott a T3-as technikával. Gocsál kizárása után Mitch Guthrie vette át a vezetést a kategóriában, és egészen az utolsó szakaszig úgy tűnt, hogy meg is nyeri a futamot, hiszen 25 perces előnnyel vágott neki az utolsó napnak. Ez az etap azonban igazi drámai fordulatot hozott, hiszen Guthrie autója előbb turbó problémákkal megállt, majd egy hajtásgond is hátráltatta, így végül csak jelentős időveszteséggel tudta befejezni a szakaszt, és elbukta a győzelmet. Azt emiatt végül Cristina Gutierre szerezte meg. A spanyol hölgy a második női győztes a Dakar Rally történetében, és végig ott autózott a top 5-ben, egyáltalán nem érdemtelen az, hogy ekkora sikert ért el. Gutierreznek ez volt a 8. Dakarja, és eddig a 2022-es 3. hely volt a legjobb eredménye, ezt sikerült most felülírnia. A spanyol pilótanő így azt is nyomatékosította, hogy nem véletlenül kap majd nagy lehetőséget 2025-ben, amikor jelenállás szerint a Dacia ProDrive által üzemeltetett gyári T1-es programjában vehet részt a Lattia és Loeb csapattársaként. A szokásoknak megfelelően végig szoros, kiélezett küzdelmet hozott a motorosok versenye, amelyen az utolsó napok során Ricky Brabec egyszerűen lehajrázta a sokáig vezető Ross Branchot.
A botswanai versenyző megnyerte az első szakaszt, és az első 5 napból 4 végén is az ő neve állt a táblázat élén. Egyszer Nacho Cornejo tudta ezt tőle átmenetileg elvenni. A helyzet a szuperszakaszon fordult meg, amikor az addig is minden nap végén a top 3-ban lévő Brabec egy remek teljesítménnyel fordított és átvette a vezetést. Ezt követően 3 napon keresztül egyetlen percen belüli különbségeket láthattunk a két nagy rivális között, a 7. szakaszt követően egyetlen másodperc választotta el őket egymástól. Végül a 9. szelektív hozta meg az áttörést, amikor Branch 7 percet veszített, és innen már nem tudott visszajönni. Brabec végül 11 perc előnnyel nyerte meg a futamot Branch és 12-vel Adrien Van Beveren előtt, a top 5-ben pedig még a tavalyi győztes Kevin Benavides, valamint Toby Price kapott helyet. Több nagy név is búcsúzott már korábban, a prologot megnyerő Sarayna már az első szakaszon bukott, de később Sunderland, Klein, Barreda Bort vagy éppen Hose is feladta a küzdelmet. A kamionos kategóriában alakultak ki messze a legnagyobb különbségek. A verseny még a holland Janus van Kasteren sikerszériájával indult, aki megnyerte a prologot, majd az első 2 szakaszt, aztán egy technikai hiba után a 4. is. Az éren állt még az 5. napot követően is, amikor 22 perccel vezetett, de a szuper szakasz itt is felforgatott minden. Van Kasteren 3 órát veszített ezen a 2 napon, és addigi riválisa, a már az 5. szakaszon sokat bukó Aleš Loprajs is lemaradt, így a szuper szakaszon parádézó és azt 1 óra előnnyel megnyerő Martin Macik vette át a vezetést. A cseh pilóta pedig nem hibázott, végig stabilan, megbízhatóan és ráadásul rendkívül gyorsan autózott, úgyhogy a 2. hét során már végig ő vezette a kategóriát, és végül pályafutása első Dakar győzelmét szerezte meg. Loprajs végül kiharcolta a 2. helyet, a dobogó alsófokára Michael van den Brink állhatott fel, míg a remekül kezdő Van Kasterennek be kellett érnie a 4. helyen. A magyar résztvevők közül a kamionosok között induló Qualisport Racinget kell kiemelnünk. Kovács Miklós, Ceglédi Péter és Ács László ugyanis a verseny nagy részét a 10.-15. hely között töltötte, jártak a top 10-ben is, és végül nagyobb hiba nélkül teljesíteni tudták a teljes távot. Összességében a 21 célba érőt számláló kategória 15. helyén zárták a viadalt, Macikhoz képest 65 óra hátránnyal, bár ebből 41 órát egy büntetésnek köszönhetnek. Szintén a kamionosok között versenyzett Darázsi Zsolt, Léner Tibor és Szalai Norbert, de ők végül nem tudták befejezni a versenyt. Ugyanígy járt az autósok között Lónyai Pál, aki a Challenger kategóriában indult, több technikai hibával is megküzdött, de végül egy sérülés miatt fel kellett adnia a viadalt. Célba ért viszont a motorosok között a romániai licenccel induló Gyenes Emmanuel, aki a kétkerekűek között a 23. helyen tudta teljesíteni a Dakart. Szerencsére ez a Dakar nem a nagy balesetekről és a súlyos sérülésekről szólt, bár az első napokban több ilyen incidens is történt, de összességében nem erről marad emlékezetes a futam. Sajnos azonban így sem telt el tragédia nélkül a 2024-es kiadás. Carlos Falcon még a 3. szakaszon esett el a motorjával, és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kiérkező orvosi csapatnak már ott, a helyszínen újra kellett őt éreztenie. Azonnal kórházba szállították, azonban néhány nap múlva belehalt a sérüléseibe. Ez volt tehát a 2024-es Dakar Rally, a sivatagi verseny 46. kiadása, amely alig ha okozott csalódást, és amelynek főbb sztoriait, érdekességeit a Formula podcastben boncolgatjuk részletesen. A tereprali világbajnokság hamarosan folytatódik, a következő Dakarra pedig 2025. januárjáig kell várnunk.